Az a lényeg, Ferinc. Jó, figyelj, hogy hova lépsz. Mert hogyha rosszul lépsz, akkor lehet, hogy te is ide kerülsz. Sose lehet tudni. Ez a lényeg ennek az egésznek. Na, most megcsinálom. Nagyon durván. Van a szereg. Szóljuk-en!
Annál hiteltem. De... Rossz, vége. És újra. Szerjek. Még a pék faszát! Soryuken! 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 Soryuken!
Nem is értem ezt a kérdést. Az írástól kérdezd. Nem igaz, bazd meg! Egész nap dodzsolok! Egész nap dodzsolok, bazd meg, és szar! Az RNG. Nem hiteli, bazd meg elege. Végre már.
Shoryuken! 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 Hadouken! Shoryuken! 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 Sonic's name speeds my game. Call you back. Jó, ez nagyon közel volt. Nem akartam neked mondani, hogy nem voltunk még itt, úgyhogy nem tudtam, hogy mi a fasz történik. Ahhoz képest majdnem meglett. Bomberman volt eddig a PB, most már Sonic a PB. Sonicnak is a vége kb. Nagyon fontos jó damage ellen, mert akkor a végén nem lesz sok HP-je. Egyszer, most jártunk itt először. Amikor kölyök, eddig Bombermanig jutottam, most Bomberman után volt Sonic. És a Sonic volt az utolsó, hogy néztem. Talán már repülőzés volt az a negyedik fázis. Egész jól dodzsoltam, ez a jó volt, ez a akkor ugrottam fel, amikor leért, azt hiszem kb. Úgy csináltam, de a végén valahogy lehet, hogy jó érdemes lennem úgy visszanézni, mármint hogy csináltam. Hogy mi volt a mit rontottam el a végén. Mit rontottam el a végén? Valaki látta? Vagy valaki kielemezte? Valaki érezte, látta, hogy mi történt? Mert úgy eszem, hogy akkor ugrottam, amikor leért, és ezért mindig egy ívet csinált, de a végén valahogy így, nem tudom, beért az ívvel, nem tudom mi volt. De nem dodzsoltam előtte is, annyit csináltam, hogy amikor leért így erre az ívre, akkor megnyomtam az ugrást. Aztán indult vissza, csinált megint egy ívet, mert az ugrásomra jött, ugye tehát ugrásomra indult el, azért csinált egy ívet. Átért a másik oldalra, megint ugrottam, így megint följött az ívre. Érted, mit mondok? Tehát, hogy nem dodzsoltam egyáltalán, csak ugráltam. Mi volt a hiba? Túl fordult. Mármint, hogy érted, túl fordult. De miért fordult túl? Miért fordult túl? Az ott az utolsó izéje. Nem kellett volna ugranom egyáltalán, vagy mi?
Jó, de túlfordult. Tehát látod, csinált ezt az ívet, így. És ahogy az utolsó ízére fordult, nem visszafordult az ívbe, hanem erre jött. Tehát alulról csinálta meg az ív, vagy nem alulról, nem tudom, hogy mondjam. Jó, de ez... Most nem lehet ezt tudni, hogy ez intentional, vagy azért csináltam, mert beérte az ívet, és inkább arról csinálta, hogy... Azt mondom, hogy... Most azt nem tudom, hogy azért csinálta ezt, mert beérte az ívet, és erről neki rövidebb volt, és azért csinálta ezt, vagy az utolsónál amúgy is ezt csinálta volna. Érted, mit mondok? Mert azért csinálta ezt, mert... Ja, lehet azt mondom, tehát hogyha máshogy ugrok, akkor végig ugyanezt az ívet csinálta volna. Nem, hát a Sonicnál a boss fight is ez volt, hogy ugye igazából te irányítod, csak hát úgy irányítod, hogy hát igen. Tehát hogyha jókor ugrottam volna, akkor szerintem ugyanazt az ívet csinálja, és azért nem értettem hirtelen, hogy miért változott meg az ív, mert úgy éreztem, hogy ugyanúgy ugrok. De aztán lehet, hogy elrontottam az ugrásnak a timingját. Mert olyan, a Sonic Fightból is ez volt az éjsz, hogy ráadásul ugye ott még bombák is jöttek, tehát itt annyiból egyszerűbb, hogy semmi nem jön, csak a Sonic, tehát itt csak őt kéne érteni, és még csak lőni se kell, de hát ugye amire eljutsz odáig. Ugyanígy nem egyet csinál mindenki karakter. Azért vagyok Ryuval, mert neki magasabban indul a lövedéke, és könnyebb szemelni, úgyhogy magasabban indul a lövedék, mint hogyha ugrálnom is kell. Tehát a különbség az, hogy Ryunak itt fenn van a lövedéke, és hogyha ugrok, akkor kb. Olyan magasan vagyok, mint a Kiboshival, hogyha dupla jumpolok. Tehát ahhoz, hogy... Nem is tudom, hogy mondjam úgy, hogy... Ahhoz, hogy itt hiteljen, Boshival, duplákat kell ugranom. Ryuval viszont elég csak egyet ugranom. És úgy, hogy... Tehát, hogy konzisztensen dupla ugrás közben spamelni a lövést nem bírom rendesen. Ezért Ryuval ezt meg tudom csinálni, hogy itt leburstölöm úgymond. Boshival nem annyira. Mert ott ugye a dupla ugrás tetején tudnám eltalálni. Ryuval meg csak elég egy ugrás. Viszont cserébe ezeknél a részeknél szuper éjsz, mert a lábát kell néznem, és azt is, hogy hogy áll, meg mit tudom én. Nem jobb, ennél a fightnál jobb, az első fázisnál. Jó, ennél sokkal jobb. Valószínűleg egy
egy ilyen 3-5 másodperccel tovább kéne lőnöm Bosival, vagy meg kéne tanulnom, hogy hogy tudok dupla ugrás közben pontosan abban a pillanatban lőni. Helyette inkább Ryuval rájöttem, hogy ezt így meg tudom csinálni. Az első fázis az így inkább le van tudva, és inkább Ryuval próbálom dodge-olni az összes többi részt, ami sokkal nehezebbnek tűnik. De nincs kedvem újra tanulni az első fázist. Megvan ez a bőrszülős rész, ezt már begyakoroltam nagyon sokat már, ugye mivel ezzel megyek tovább. Úgyhogy inkább szenvedek a dodzsolással a lábaival. Kb. Egy hit kellett volna talán, nem tudom. Nagyon kapta, meg elég kicsi már ott a pajzs. Bravo. Ebbe is, nem is tudom mikor haltam utoljára így. Amikor ilyen közel vagyok, itt már már ugrani se kell, mert ott már már ugrani se kell, mert benne vagyok az arcába és folyamatosan tudok spamelni. Bosi valahogy ott is ugrálnom kéne. Az a baj, ebből nem derül ki, hogy mindig így csinálja, csak, vagy csak véletlenül úgy történt. Esetleg érted egy hangyafaszni izé miatt változott meg. Igen, több mintára van szükség. Tehát nyilván a platformon átlógott egy milliméter, de nem is tudom. Például így, hogy voltam már ott, így igazából mindent tudok, ami kell. Csak meg kell csinálnom, jól kell kijönni egyszer, hogy mindent meg tudjak csinálni. Odáig. Sorry you can.
Ez fölém spawnol, bazd meg, tehát... Annyira szar! Balra spawnolna, csak kikerülöm azt, mindegyik eltalálja, az kész. Helyette fölém spawnol, el se találja, kicsit tudom dodgyolni rendesen. Furam nem, hogy hova spawnol. Kurva. Ezt még nem bírok elérni. Kösz szépen, cápa, kösz, kösz a baszó csíreket ma már. Azt, amikor a platformra spawnol sok. Ez például annyira rossz látni ezzel a karakterrel. Ez, tehát nem szoktam sokszor beszopni ezt, de néha beszopom, és annyira rossz. Ez kb. Fix, tehát a karakter modell miatt van, mert úgy érzem, hogy már mehetek, és azért telibe ugrom, telibe fejelem. Azt hiszem, hogy annyi helyen van, mivel lentebb van a karakter, vagy lentebb van a hitbox.
Na, alig hiteltem. Szervet. Hagyd, de szaruljon a vér, bazd meg! Hagyd, de retek szarul jött a vér. Nagyon kaptam most érzésre, hangra. Nem, te nem hiteli meg semmi. Azért, hogy csó. Szebrizol. Nem akartam. Hadouken!
Szerintem most érzésem, hogy jól time-ot ugrásokkal szerintem meg lehet csinálni. Nem tudom hitelni a boss, bazd meg. Tehát az lenne a lényeg, hogy hitelem. Legalább valami ívbe legyen, ne fölöttem. Meg lehet egy tőle, nem lehet megölni nyilván. Egyre. De mit rontok el? Lámit, hogy biztos, hogy lehet, nem változtatja meg az ívet. Hát nem változtatja meg az ívet. Amúgy csak, hogyha máshogy ugrok, vagy tehát egy hangyafaszival nagyobb a delay, vagy valami. Ez szar helyen vattok. Soryuken!
Let's go! Oh, vér. Köszi Dóri a raidet, sziasztok! Figyelj már azért! Most nem vagyok benne biztos, hogy mi történt. Tehát fölfele nyomtam. Nem? És lefele ment. Na, behet a fanboy. Te biztos tudod. Meg van itt cserébe a mozgás, vagy mi történt? Hát ez PB volt azért nyilván. Azért kérdezem, hogy hát ha valaki vágja. Valaki vágja? Nem vágja valaki? Hol van Gergi, bazd meg ilyenkor? Gergi, szükségem van rád! Picit félreálljunk meg, most nyugodjunk meg egy kicsit. Annyira közel volt. Az a negyedik fázis volt már. Cselfeldé. A 144 volt talán a legtöbb. Nem se volt reverse, csak nem tudom, szarul csinál, nem tudom mit csináltam. Nem tudom mi történt valami. Annyira hektikus már amúgy is az egész. Annyira hektikus az egész odáig már. Thank you.
Azt tudom, mi az, hogy floppy bird-ös lesz. Mi az, hogy esikét szemelni kell? Mi? Mi esik? És mit kell szemelni? Milyen ugrást? Mi van? De nem ugrásra irányítod, föl le gombbal irányítod. Eddig legalábbis úgy volt. Ugrásra. Tehát, hogy értem, mit mondasz most már. De nincs értelme. Mert hogy van értelme, de nincs értelme. Hogy van értelme, de nincs benne a logika egyáltalán. Vagy fordítva. Soryuken!
Soryuken! Soryuken! Soryuken! Soryuken! Soryuken! Soryuken! De miért csinálja amúgy? Mit kéne változtatni? Hol van az elemzők? Mármint nem az, hogy belinkeli valaki, hanem hol az elemzés? Jobb azért. De retvás csös vagy, bazd meg. Már szónyukot mondjad, Breezewalk, bazd meg. Nem mondtad az irányítást, akkor úgy van, hogy eddig volt, tehát akkor úgy van, hogy én gondoltam, de akkor meg nem értem, hogy mi nem volt jó. Let's go!